Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit, szerény hajlékomból, dolgozó szobámból, hopp, egy gomb az ingemen nyitva maradt. Jó estét kívánok Máté Lalának, Kunévinek, Blümel Dávidnak, szeretettel köszöntelek benneteket, és már több mint 20-an vagyunk, itt van Attila, itt van Tímea, itt van Sára, Villő, Roland, jó estét kívánok Jéger Laci barátomnak, remélem az egész család jól van. Anna is itt van. Minden este, többször elmondtam ezt már, és ma is így érzem, hogy sokatokat nem ismerlek személyesen még, és mégis úgy érzem, mintha nagyon közeli kapcsolatban volnánk. Itt van Győrfi Laci barátom, derég láttalak. Jó estét kívánok neked is, Attila. Mert estéről estére ezeket a nevek jönnek föl, jó estét kívánok Bernadettnek, Gyulának, tényleg a kemény mag gyülekszik, itt van Emese, Kati, szeretettel üdvözlök mindenkit, már több mint 70-en vagyunk. Úgyhogy érdemes elkezdeni, két kérdés érkezett, RF Tov, neked is kedves Györfi Laci barátom, itt van Lohár Laci barátom, remélem jól van a család is, jó estét kívánok Ráhelnek, oké. Tímának természetesen, majd még beköszönök később többeknek. Szóval két kérdés érkezett, mind a kettő nagyon tetszett, nem túl bonyolultak. Az egyik, szoktam olvasni a hírlevelét a Temple Institute-nak. Mit gondolsz róluk, illetve hogy lehet buta kérdés, de várható, hogy a közeljövőben a harmadik templom felépítés. Állítólag a pénzterv, minden megvan, amit a jeruzsálemi harmadik templomra van szó. És ehhez kapcsolódik a másik kérdés. Érdekelne, hogy van egyfajta megegyezés a rabbik között, nem találom a megfelelő szót, hogyha eljön a messiás, akkor hogyan gondolják, vélik őt felismerni? Vannak-e kritériumok, stb. Nagyon jó kis kérdés. Először is válaszolok elsősorban. Van a Temple Institute, héberül úgy hívják, hogy Machon HaMikdash, az Jeruzsálemben székelő intézet, és ők egészen fantasztikus munkát végeznek egyébként, nagyon érdekes, és mindenkinek ajánlom a tevékenységét, a weboldaluk címe templeinstitute.org angolul, és amit ők csinálnak, az a tulajdonképpen a messiás várásnak a küszöbén állunk, és azt csinálják, hogy a jeruzsálemi szentélyben lévő, vagy jeruzsálemi szentélyben annak idején működött edények, eszközök, a papoknak a ruhája és egyebek, ezeket mind reprodukálták, rekonstruálták. Tehát elkészítették azokat az edényeket, kanalakat, fogókat, az oltárt, azt az asztalt, ami a színkenyeret tartalmazta. Tehát mindent egészen precízen és pontosan, aszerint, ahogy a Bibliában le van írva, a Tórában le van írva, Mózes 2., 3. és 4. könyvében, illetve aszerint, ahogy azt magyarázták a jó estét kívánok, RF Tov, Rozi, Stadler, mi, Azur, Tovli, Rotatach, aszerint, ahogy megírta a Biblia, ahogy megírták a proféták, és ahogy írva van a Talmudban, illetve a rabbinikus forrásokban. Szóval pontosan rekonstruálták. Ha elmegy valaki Jeruzsálembe az óvárosba, akkor a zsidó negyedben, az óvárosnak a zsidó negyedében, ahogy megy a Siratófal felé, az egyik kis utcában van a Temple Institute-nak, a Machon HaMikdash-nak van egy irodája, vagy egy bemutató terme, oda be tudsz menni, pár sékelért meg tudod nézni ezeket az eszközöket pontosan, hogy hogyan nézett ki a főpapnak a ruhája, a papoknak a ruhája, a hangszerek, a kürtök, a trombiták, ezeket meg lehet nézni interneten is. Sőt, hogyha mész szintén a zsidó negyeden keresztül le a Siratófalhoz, akkor kint van egy tér, a Hurva zsinagóga mögött van egy nagy tér, és ott egy üveg vitrínben ki van állítva egy életnagyság, hogy pont akkor a menóra, ugye ez a hétágú gyertyatartó, ami a szentélyben volt, annak a szentélybeli menórának a pontos mása aranyból egészen elképesztően néz ki. És tulajdonképpen a Frigyládán kívül mindent rekonstruáltak. Ugye az ő céljuk, ennek az intézetnek a célja az kettős. Az egyik célja az nyilván az, hogy oktató, ugye ezekről tanulunk jesivákban, rabbinikus iskolákban folyamatosan tanulunk a szentélybeli eszközökről, a papi ruhákról, és így tovább, hogy a Tóra nagyon részletesen írja, hogy olvassa valaki Mózes 3. könyvét, a 2. könyvének a 2. felétől kezdve a 3. végig tulajdonképpen erről van szó, a legapróbb részletekkel, szóval ezeket tanuljuk, és hát az nagyon jó, hogyha szemléltetően lehet látni, hogy ténylegesen hogyan nézett ki az ilyesmi. Itt van feleségem is, akit szintén szeretettel üdvözlök, közben Gágy Gyuri megérkezett. Szóval ez,
Ez az egyik célja neki. A másik célja ennek az intézetnek, a Mahon, a Migdásnak, a másik célja az, hogy amikor eljön a messiás Isten segítségével, mi hamarabb, még akár ma este, akkor ne kelljen arra várni, hogy elkészítsük azokat az eszközöket, amivel a templombéli Isten szolgálat megkezdődhet, hogy a messiás fel fogja építeni a harmadik szentét, sőt, egyes vélemények szerint a harmadik szenté, van olyan vélemény, ami szerint a harmadik szenté az égből fog alászállni tűzben, csak úgy, mint tűzben pusztult el, úgy tűzben lesz újjáépítve. Szóval van egy ilyen vélemény a Talmudban, hogy nem emberek fogják újjáépíteni, hanem egyenesen az égből fog leszállni, és akkor meglegyenek az eszközök, hogyha eljön a messiás holnap, akkor azonnal el tudjuk kezdeni az áldozathozatalt, vissza tudjuk állítani az áldozati szertartásokat annak egy rendje és módja szerint, úgy, ahogy a Tórában írva van. Szóval engem kérdeztek, egy nagyon magasztos és megható cél. Most már egy pár éve nem voltam ott a Mahon Migdásban, már egy pár éve nem voltam bent ezen a helyen, de a legközelebb, hogyha megyünk Isten segítségével, akkor mindenképpen elmegyek, mert mindig folyamatosan dolgoznak, és készítenek egyre több mindent, legyártanak, de nagyon precízen, még egyszer pontosan a vallásjogi szabályoknak megfelelően, tehát úgy, ahogy a Bibliában le van írva, és hogy ez a Talmudban, illetve a rabbinikus irodalomban megerősítésre, vagy ott a részletek, azok ott vannak kifejtve nagyon sok esetben. És akkor ehhez kapcsolódik a második kérdés, hogy hogyan fogjuk tudni, hogy eljön a messiás. Akkor erre alapvetően a judaizmusban, alapvetően a rabbi között két álláspont van azzal kapcsolatosan, hogy honnan fogjuk tudni, hogy eljön a megváltó. A két álláspont az tulajdonképpen az egyik legfőbb képviselője a Maimonides, Rambam az egyik álláspontnak, Moshe ben Maimon rabbi, aki a 12. században élt, főként Egyiptomban, Kairó mellett. A Maimonides az egyik álláspont, és tulajdonképpen minden más rabbi pedig más álláspontra helyezkedett. Mi a két nagy álláspont azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, hogy honnan fogjuk felismerni azt, hogy eljött a messiás. A tradicionális vagy a hagyományos álláspont, a nem a Maimonideszi álláspont, az, hogy a messiást fel fogjuk ismerni, mert megjelenik valaki, aki mindenféle csodákat fog létrehozni, egy ember, akiről nincs kétsége, nem lesz kétsége senkinek, hogy ő a messiás. Itt van közben a feleségem, akit kiemelt szeretettel üdvözlök. Szóval meg fog jelenni valaki, aki minden kétséget kizáróan a messiás lesz, és a zsidók között, a rabbi között, a vezetők között egyetértés és konszenzus lesz azzal kapcsolatban, hogy ő a messiás, és akkor ez az ember, ez az egyébként húsvér ember, ez az egyébként halandó ember összegyűjt Izrael száműzöttjeit, visszaviszi a Szentföldre a zsidókat, a föld négy sarkából, úgy, ahogy írva van Mózes 5. könyvében, hogyha szét is lesztek szórva a föld négy sarkán, hogy van a szöveg? Imi ilyen nidachecha bikcea shamaim, még ha szét is lesztek szórva az ég sarkainál, mishamika becha shemlokecha, mishamika hecha. Onnan is össze fog gyűjteni az örökkévaló istenetek, onnan is egybegyűjt benneteket. Szóval ez Mózes 5. könyve, 30. fejezet. Szóval összegyűjti a zsidó népet, a föld négy sarkáról, visszaviszi a Szentföldre, fel fognak támadni a halottak, fel fogja építeni a szentélyt, a harmadik jeruzsálemi szentélyt, és vissza fog állni az áldozathozatali kultusz, és tulajdonképpen el fog jönni a messiási időszak. Ez a többségi álláspont. A Maimonides ugyanezt gondolja, csak a Maimonides egy kicsit fordított sorrendbe gondolja. Maimonides azt mondja, a Rambam, Moshe ben Maimon rabbi, a híres 12. századi filozófus, ő azt mondja, hogy először fogja, hogy nem az lesz, hogy megtudjuk ki a messiás, és majd ő végre fogja hajtani ezeket a csodálatos dolgokat, amikről az előbb beszéltem, hanem fordítva, előbb végre fog, ha végre lesznek hajtva, ha támad valaki a zsidó nép közül, aki képes arra, hogy összegyűjtse a száműzötteket, képes arra, hogy felépítse a szentét, képes arra, hogy feltámassza a halottakat, akkor onnan fogjuk tudni, hogy ő a messiás, hogy ezeket mind megcselekedte. Szóval Maimonidesnek egy sokkal pragmatikusabb álláspontja van. Nem tudom, értitek a különbséget. Az egyik vélemény szerint előbb tudjuk meg, hogy ki a messiás, ki az illető, és aztán következnek be ezek az események. A Maimonides szerint előbb bekövetkeznek az események, és ebből fogjuk tudni, hogy ki az az illető. Szóval kvázi utólag derül ki, hogy ki is volt a messiás. Nem utólag, de
abban a tekintetben utólag, hogy először lezajlanak ezek a csodálatos események, és ezt követően, fogjuk tudni, hogy, ki a mesiás. Ez a Maimonideszi álláspont, és ezzel szemben ez a rabbinikus álláspont, vagy a többi rabbinak az álláspontja. Igazából lényeget tekintve szinte, azt mondom, hogy a gyakorlati szinten mindegy is, de az egész biztos, hogy, abban nem lesz félreértés a rabbi között, hogy ki lesz, vagy ki az, aki ezeket végre tudja hajtani. Ugye, hogyha lesz valaki, aki ezeket végrehajtja, akkor az biztos, hogy ő a messiás. Mert a messiási korban bizonyos dolgok megfognak, bizonyos dolgok meg kell, hogy történjenek. Az egyik ilyen dolog, ami megtörténik, az a halottak feltámadása, az Izrael száműzöttjeinek a visszavitele, azaz, hogy minden zsidó a Szentföldön fog élni. A Maimonides egyébként, ha már itt tartunk, egy érdekes gondolat, a Maimonides elég pragmatikus volt azzal kapcsolatban, hogy mi is fog történni a messiási időkben. És Maimonides szerint azt mondja, Maimonides valami olyasmit mond, Olam kemin hagon noheg, a világ úgy fog működni a messiási időben, mint ahogy működött a messiási idő előtt, azaz most is. Annyi lesz az összes különbség, hogy minden zsidó a Szentföldön fog élni, fel fog épülni a harmadik jeruzsálemi szentély, visszatér az áldozathozatal, de a Maimonides szerint, ugyanúgy fog esni az eső, nyáron ugyanúgy meleg lesz, télen ugyanúgy hideg lesz, az emberek meg fognak betegedni, és aztán majd meggyógyulnak, szóval minden ugyanúgy fog működni, ahogy most. És a Maimonides azt mondja, hogy amit a proféták mondanak, vagy amit a proféta mond, ugye Jesaja, Ézsaiás proféta, hogy a farkas együtt fog, egymás mellett fekszik a bárányjal, és senki nem, és nem tesz benne kárt, azt mondja Maimonides, ez csak egy allegória, ez csak egy költői kép, arra vonatkozólag, hogy a világon meghonosodik az Isten tudat, mert ez egy lényeges különbség, hogy megszűnnek a háborúk, és tulajdonképpen a föld lakossága, minden nép tisztában lesz azzal, hogy egy Isten van, és ez az Isten teremtette a világot, és nem csak, hogy teremtette a világot, hanem ez az egy Isten, ez érdekelt a világ működésében, konkrét elképzelése van arról, hogy miként működjön a világ. Jó, tehát ez a Maimonides szerint legalábbis ez lesz a messiási időkben az egyedüli különbség, hogy mindenki megtelik az Isten tudattal. A proféta azt a hasonlatot mondja erre, hogy úgy megtelik a föld az Isten tudattal, hogy maleha aretz deaet hasem, úgy megtelik a föld az Isten tudattal, kemáim a yamim yach echasin, hogy a víz elteliti a tengerek medrét. Ugye, hogy a víz beborítja a tengerek medrét. Úgy meg fog telni a föld Isten tudattal, ami egy nagyon szép költői kép, de van benne egy mély gondolat. És a mély gondolat az, hogy mit jelent, hogy az Isten tudat ebben az esetben azt fogja jelenteni, ugye, hogyha az ember kimegy a tenger, talán már mondtam ezt a hasonlatot, az ember, ha kimegy a tengerpartra, ugye kiállsz a tengerpartra, és ránézel a vízre, akkor látsz végtelen messzeségig, fogsz látni vízfelszínt, de nem látod, hogy mi van a víz alatt. Ha fogsz egy buvárszemüveget, és bebújsz a víz alá, beteszed a fejedet a víz alá egy buvárszemüveggel, akkor hirtelen eléd tárul egy teljes világ, egy komplett univerzum, egy komplett világ tárul a szemed elé, hogyha leteszed a fejedet a vízbe. Ha csak kint állsz a tengerparton és nézed a vizet, akkor nem látod azt a nagyon gazdag élővilágot, és azt a gazdag világot, ami a vízfelszín alatt van. A proféta is ezt mondja, meg fog telni a föld Isten tudattal. Az, amire azt gondoljuk, hogy az az igazság, ugye, hogy ha kint állsz a tengerparton és nézed a víz tükrét, azt gondolhatod, hogy ez az igazság, ugye? Ez a valóság. Mi a valóság? Az, amit látok, egy hatalmas víztükör. De ha beteszem a fejemet a víz alá, akkor látom, hogy van egy, hogy amit az előbb láttam, az ugyan valóság, de az nem a teljes valóság. A teljes valóság ugyanis egy komplett világ van a vízfelszín alatt. Akkor meg fog telni a föld Isten tudattal, akkor az emberek rá fognak jönni arra, hogy az a valóság, amit eddig láttak, az csak a felszín. Csak úgy, mint a vízfelszín, az csak a felszín. És e mögött, a felszín alatt vannak párhuzamos valóságok. Van több dimenzió, van több valóság. Isten léte és Istennek a világban végrehajtott befolyása, ez nagyon is valós. Ugye az ember
Most mi a húsvér emberek a szemeinkkel, az érzékszerveinkkel, a látásunk, a hallásunk, a szaglásunk, az ízlelésünk és a tapintásunk. Az öt érzékszerv nem tudja felfogni Istent. Mi azt gondoljuk, hogy amit látunk, és amit érzünk, és amit tapintunk, és amit ízlelünk, és amit szagolunk, az a valóság. De az igazság az, hogy nem csak ez a valóság, hanem van még, a valóságnak még van több, szintje, van még több rétege. Olyan, mint egy hagyma. Ugye a hagymát, hogyha leszeded az egyik héját, vagy az egyik ilyen külső borítását, akkor alatta van egy másik borítás. Ha azt lefeszed, akkor van még egy borítás, és még egy, és még egy, és még egy. Szóval ez lesz ezt fogjuk látni, ha úgy tetszik, az élet nagy hagymáját, a világ nagy hagymáját fogjuk lebontani, és meg fogjuk látni, amikor megtelik a föld, az Isten tudattal fogja látni mindenki, hogy a levelek alatt van egy komplett valóság, van egy egész világ, amelyet korábban az érzékszerveinkkel nem tudtunk látni. Most még egy gondolat ahhoz, hogy a messiási idők, azok nem lesznek végesek. Sokszor szokták kérdezni, hogy mi szükség van a halottak feltámadására. Ugye a hitünk szerint, a hagyomány szerint a halottaink fel fognak támadni, és megint kapnak egy lelket, megint beléjük költözik a lélek. Az rá a szükség, hogy ha Isten meg akarja jutalmazni a lelket, aki jót cselekedett, ugye az ember az élete során cselekedett egy csomó jót, akkor azt Isten meg akarja jutalmazni, de az nem volna fair, ha csak a lélek kapná meg a jutalmat, hiszen nem a lélek egyedül követte el azokat a sok jó cselekedeteket, hanem a testtel együtt, ezért a testtel együtt kell megjutalmazni. De a messiási kor az nem a vége az időnek, nem akkor lesz az idők vége. Az idők vége ugyanis a messiási kor után lesz, a messiási kor is egyszer véget fog érni, annak is lesz egy vége, amikor teljesen majd megszűnik a fizikai lét, és helyébe lép egy csupán, vagy csak spirituális, egy csak nem érzékszervekkel érzékelhető valóság fog megvalósulni a messiási idők után. Jó estét kívánok mindenkinek! Azt mondja, hogy van-e itt valami érdekes? Oké. Okay. Jó, na nézzük csak. A 40, még mindig a 6. fejezet, 6. misnánál tartunk, de nem baj, mert ez egy nagyon hosszú misnád, itt nagyon sok, ugye van, arról beszéltünk, hogy van 48 jellemtulajdonság, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember ne csak tanulja a Tórát, hanem a Tóra belé is költözzön, lényegévé is váljon, egyé váljon az ember a Tórával. Ugye, és akkor itt beszéltünk csökkentett élvezetről, kevés üres beszédről, istenfélelem, tekintélytisztelet, szerénység, stb. És utoljára arról beszéltünk, hogy értékeli a dorgálást, hogy az ember elfogadja a konstruktív kritikát, távol tartja magát a becsvágytól, nem felfogalkodott, és utána azt beszéltük, hogy nem szeret bíráskodni. A következő jellemtulajdonság az, hogy együttműködik társaival. Ez egy nagyon fontos, a kooperáció, az emberek közti együttműködés, az egy nagyon fontos erény. Ha látjátok Mózes első könyvét, rögtön a teremt, az ember teremtése után, azt olvassuk, ugye, hogy Isten megteremt különböző dolgokat a teremtés történetben, és azt mondja mindig, a Tóra azt mondja, vejár el a kim kitov, és látta az örökkévaló, hogy ez jó. Ugye, megteremti a fényt, elválasztja a sötétséget a világosságtól, és látta Isten, hogy ez jó. Mit tudom én, megteremti a növényeket, megteremti az állatokat, megteremti az embert, és azt mondja, látta Isten, hogy ez jó, és amikor megteremti embert, akkor azt mondja, látja Isten, hogy ez nagyon jó. Ugye, amikor megteremti az embert. Majd utána, tekintve, hogy az első ember egy hibrid lény volt, egy két nemű lény, egy mind női, mind férfi nemi jegyeket tartalmazó lény, ezért utána Isten külön választotta a férfit a nőtől, ugye ezt a nőt külön választotta, elnézést kérek, a feminim attribútumot a maszkulin attribútumtól. Miért? Mert azt mondta Isten, hogy lotov liot le Adam levado, nem jó az embernek, hogyha egyedül van. Nem jó az embernek, hogyha egyedül van. Lotov liot ha Adam levado. Nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük, hogy az egész teremtés történetben nem mindig csak azt olvassuk, hogy látta Isten, hogy ez jó, látta Isten, hogy ez jó, látta Isten, hogy ez nagyon jó.
És először fordul elő, az első alkalommal, amikor előfordul az, hogy Isten azt mondja, hogy valami nem jó, valami nem úgy sikerült, ahogy kéne lennie, az akkor van, mikor az embert egyedül, egymaga teremtette, amikor az embert magányosnak teremtette. Nyilvánvalóan a Tóra arabban az esetben kifejezetten a házasságról beszél, mint társi, mint párkapcsolatról, hogy az ember egy társas lény. Lotov liot le Adam levado, az ember társas lény, nem jó az embernek egyedül. És ez előrevetíti, ez predesztinálta, jó estét kívánok, Pácsán Andi, az a tény, hogy már a teremtés után ez lett rögtön megemlítve, mint az egyetlen és utolsó olyan dolog, amelyre Isten azt mondta, hogy ez nem jó, hogy az ember egyedül van. Nem jó az embernek egyedül. Ez predesztinálja az emberiséget arra, hogy az ember egy társas lény. És a társas lény a társaság iránti vágya, a társaság iránti szüksége, az nem merül csak ki feltétlenül a házasságban, hanem szüksége van az embernek barátokra, és az embernek szüksége van kollégákra. Kollégákra, ugye mi a kollega lényege, mi a kollegialitás lényege. A kollegialitás lényege az az, hogy mindannyian különböző dolgokat csinálunk, de mindannyian egy irányba húzunk. Egy cél vezet bennünket. Ugye? Egy nagy vállalatnál, mit tudom én, az Audi autógyárban vannak, különböző munkakörök vannak, senki nem ugyanazt, különböző emberek különböző munkákat végeznek. Van, aki portás, van, aki a gyárban dolgozik, van, aki az irodában dolgozik, van, aki pénzügyes, stb. Mindenkinek különböző feladatai vannak, az ő képessége, illetve az ő szerencséje, meg egyéb által. Mindenki különböző dolgokat csinál, de egy dolog összeköti ezeket az embereket mind. Az Audi gyárban a portást, a mérnökkel, és a pénzügyessel, és a nem tudom, vezérigazgatóval vannak, van egy dolog, ami közös ezekben az emberekben, és az egy dolog, az a közös cél. Ők mind, ebben az esetben, az Audi esetében, ők mind autót akarnak gyártani, jó autót akarnak gyártani. Bármilyen cégnél dolgozol, bármilyen vállalatnál dolgozunk, bármilyen organizmusnál vagyunk, egy cél hajtja. Akkor válik egy kapcsolat kollegiális kapcsolattá, hogyha közös a cél. És ugyanígy egy család esetén, a család, mint a legkisebb társadalmi egység, hogy a család esetén is a család akkor funkcionál jól, és a család akkor működik hatékonyan, hogyha a család tagjai, akárhányan is legyenek, alapvetően egy cél irányában küzdenek, alapvetően egy cél irányába dolgoznak. Ez bármi lehet ez a cél, ez a boldogulás, a szeretet, a biztonság megteremtése, a jólét, mit tudom én, bármi is legyen az, de kell legyen, ahhoz, hogy több külön egyén csoportként viselkedjen, akármilyen kontextusról van szó, akármilyen környezetről van szó, ahhoz, hogy több individuum, hogy több egyén csoportosan tudjon működni, ehhez közös cél kell. Ez meg kell fogalmazni egy közös célt. Mi a közös cél? Mi az, ami ezeket az embereket egybe tartja? Mi a kohéziós erő? Mi a habarcs a téglák között, ami összetartja ezt a társaságot? Legyen ez család, legyen ez vállalat, legyenek ezek barátok. Ugye ezek nagyon sok esetben a közös értékek. Ugye a család esetén az mindenképpen nagyon dicséretes, hogyha a családtagok hasonló értékrenddel bírnak, hasonló értékeket vallanak magukénak. És ugyanúgy egy munkahelyen, egy kollegiális viszonyban is, akkor működik a csoport együtt, akkor válik a viszony kollegiálissá, hogyha közös cél, hogyha közös értékek vannak, legalább minimális szinten. Erről beszél a Misna, amikor azt mondja, hogy együttműködés. Az együttműködés az egyike a legalapvetőbb, már rögtön, ahogy az előbb említettem, a teremtés, rögtön a teremtés, utána a teremtés befejeztével Isten felszólítja az embert az együttműködésre, a kooperációra. Abban az esetben a férj és a feleség kooperációjára. Aztán kiterjedve ez később fogjuk látni, kiterjedve látni az özönvíz után, hogy ennek milyen nagy a jelentőség. Ugyanis az történik, hogy miután Isten megteremti az embert 10 generációval később, cirka 1600 évvel később,
egészen konkrétan 1636 évvel az ember teremtése után Isten özönvizet bocsájt a földre. És az özönvíz elpusztítja az emberiséget. Mert az emberiség gonosz, mert azt mondja a Tóra, hogy megtelt a föld gonoszsággal. Vimalu ha'aretz hamas. Megtelt a föld gonoszsággal. Megtelt a föld gonoszsággal. Most néhány generációval később, a Noé nemzedéke után, miután Noéből újjáépül az emberiség, azután az emberek összefognak és megépítik Bábel tornyát. Ugye Bábel tornyának az volt a célja, az volna az emberek szemében a célja, hogyha még egy özönvizet bocsájtana Isten a földre, akkor egy olyan magas tornyot építsünk, ahol mindenképpen a tetején túlélnénk, nem lepne el bennünket a víz, ugye? Ez volt a cél. Ami nem volt egy nemes cél egyébként. Ugye ez nem egy pozitív cél, hiszen a pozitív cél az lett volna, hogyha az emberiség tanul az ősei bűneiből. Az lett volna pozitív, hogyha az emberiség rájön arra, hogy az ősei hol rontották el, és miért kapták az özönvizet a nyakukba, szó szerint a nyakukba. Ugye? De nem ezt tették, hanem mit csináltak? Harcolnak Istennel. Harcolni akartak Istennel. Ez nem egy nemes cél. Mégis a Bábel tornyát, a babiloniai tornyot építő nemzedék, azt Isten nem pusztította ki úgy, ahogy kipusztította Noé nemzedékét. Nem írtotta ki úgy, ahogy kiirtotta Noé nemzedékét. Miért? Nem azért, mert kevésbé voltak bűnösök, vagy nem feltétlenül azért, mert kevésbé voltak bűnösök. Hiszen, ahogy az előbb mondtam, nem azt vonták le konklúzióként, hogy morális életet kéne élni, mert az özönvíz úgy elkerülhető, hanem azt vonták le konklúzióként, hogy mi majd harcolni fogunk Istennel. De volt egy szempont, volt egy momentum, volt egy aspektus, amiben a Bábel tornya nemzedék kiemelkedett Noé nemzedékéből, és az aspektus az volt, hogy a babiloniai torony, a Bábel tornya építői együttműködtek, még akkor is, ha rossz cél érdekében tették. De az együttműködés, az már eleve érdemesnek tette az emberiséget arra, hogy Isten megkönyörüljön rajtuk, és ne pusztítsa el. Már az a puszta tény, hogy együttműködtek, még akkor is, ha rossz cél érdekében. Istennek tetsző az, hogyha az emberiség együttműködik. Ugye, hogy egy szülő is szívesen látja, hogy a gyerekei együtt játszanak. Ugye? Már bocsánat, hogy ezt a példát mondom, de Isten tulajdonképpen, mint atyánk lép fel, ugye mi vagyunk a gyerekei, ugye? És csak úgy, mint amikor, ugye látjuk, szülőként, akinek van több gyereke, azt tudja, hogy milyen keserves az ember, amikor látja, hogy a testvérek verekszenek, vagy a testvérek nem jönnek ki egymással, vagy a testvérek balhéznak. És alig ha van annál nagyobb öröm, mint amikor a szülő azt látja, hogy a gyerekek szeretik egymást, hogy a gyerekek gondoskodnak egymásról, hogy a gyerekek védik egymást, hogy a gyerekek összetartanak, ugye? Ahogy Dávid király fogalmaz, hinné mátóvú manáim, sevet achim gam jachad. Milyen szép és milyen jó, hogy együtt ülnek a testvérek, ugye? Mert egy szülőnek az a legfontosabb, hogy a gyerekek együtt legyenek, a gyerekek együtt működjenek, a gyerekek felelősséggel viseltessenek egymás iránt, és így tovább. Ugyanígy van Isten is vele. Isten is, még akkor is, hogyha egy szülő, tegyünk fel, ugyan használjuk még ezt a példát, ha egy szülő azt látja, hogy gyerekek együtt működnek, még akkor is, hogyha csintevésről van szó, még akkor is, ha rosszalkodásról van szó, pusztán az a tény, hogy a gyerekek együtt működnek, ez egy pozitív dolog, ez egy dicséretre méltó jelenség, ugyanígy Isten szemében is, még akkor is, ha az emberiség esetleg nem a legnemesebb cél miatt működik együtt, de az a tény, hogy együtt működik, ez azt mutatja, hogy Isten, vagy azt eredményezi, hogy Isten boldog, és Isten elégedett, úgy, ahogy egy szülő elégedett, hogyha látja, hogy a gyerekei tudnak együttműködni, és egymást segítik, egymást védik, és egymást támogatják mindenben. Kedves barátaim, ma este idáig futott a elnézéseteket, kérem, de rendkívül fáradt vagyok, úgyhogy muszáj lesz egy kicsit pihennem is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este, remélem, hogy nem okoztam csalódást. Holnap este várlak benneteket 8 órakor, privát kérdéseket pedig, amiket az óra elején vagy a tanulás elején meg tudunk beszélni, küldjétek, légy szíves, ezen az oldalon a
videó, vagy a message üzenetbe, és ezeket holnap, én nagyon köszönöm azokat a kérdéseket, amiket küldtök, megtisztelő, és nagyon jó esik, hogy ilyen sokan vagytok estéről estére. Köszönöm azt a rengeteg támogatást, privát történetet, amiket megosztotok, nagyon sok erőt ad és motivációt nekem. Remélem, hogy továbbra is velem tartotok, holnap este 8-kor várlak benneteket, sok szeretettel.